Anya, nem azt jelenti rendelés a tiplinon keresztül? Anya! Igen? A tiplinon olyan jó akciókról hallottam! Tényleg? Igen! Akkor szerinted adjak le egy nagyobb rendelést? Szerintem le kell adnod! Figyelj, anya! Tessék, babám! Hát mindig nekünk rendelsz mindent a tiplinóról, nem? Ez igaz. Hát most ideje lenne, hogy magadnak rendelj valamit. Anya! Igen? De olyan sokat törődsz velünk, szerintem, én szerintem megérdemelsz egy tiplinós rendelést. Szerintem megérdemled. Tényleg? Igen. Ez nagyon furcsa, nem szokott ilyet mondani a családom. Nézzük meg, mit mond rá Joe. Drágám! Tessék! Mi lenne, ha tiplinó leadná magadnak egy rendelést? Tiplinó! Jaj, de jó. Jaj, ne! Ez csak egy álom volt, igaz? De miért ne válthatnám valóra? Gyertek és rendeljetek velem együtt a tiplino.hu-ról, hogy ne csak álom legyen, hanem valóság. Több száz webshop vár, nagyon sok pénz visszafizetéssel. Kinek nem kéne egy ilyen jó ajánlat? Ne csak álmodjunk róla. www.tiplino.hu Sziasztok! És üdvözlünk benneteket a csatornánkon! Ez az idei legjobb videónk, ami egyben egy évzáró videó is lesz én szerintem, mert hát nyilván pihenés után fogom tudni csak összevágni. Na, hova megyünk, gyerekek? Bikarra! Ugye a tavalyi bikari videóm törlődött, és megígértem nektek, hogy idén egy szuper jó, szuper új bikari, telelős, nyaralós, telelős inkább, videóval készülünk nektek, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk, és gyönyörködjünk együtt ebben a szép tájban is. Hát szervusztok! Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a csatornánkon. Egyébként idén rendhagyó módon karácsonyi időszakban, decemberben jövünk le Bikarra. Ennek különösebb apropója nincsen, így jött ki a lépés. Mi személy szerint nem bánjuk, hiszen ránk fér egy kis pihenés, hosszú volt az év. Nagyon-nagyon szuper időtöltésnek nézünk elében. Bízunk benne, hogy a következendő pár nap az egy jó kis felfrissülés, lelazulás lesz az egész családnak a számára, és mi is bátorítunk benneteket. Ha erre jártok, mindenképpen nézzetek be a Puchner kastélyszállóba, egy pillanat a nap, nézzetek be a Puchner kastélyszállóba, hiszen egy igazi élmény birtok, ahogy a neve is egyébként mutatja, úgyhogy gyertek! Megérkeztünk, skacok! Na hát, jó reggelt, sziasztok! És ahogy ígértem, bejelentkezünk idén is Bikarról, itt vagyunk, megérkeztünk, jól érezzük magunkat, úgyhogy a mai napon is tartsatok mindenképp velünk. Ahogy látjátok, nagyon hideg van, le van fagyva még az út, így
csúszkál a lábunk is a jeges úton. Éppen a befagyott szökőkutat nézik a fiúk, ahol a hölgy egy hallal szelfizik, ezt én találtam ki, na mindegy. És totálisan be van fagyva, itt képzeljétek el ez a szökőkút. Az előbb ráállt egy kisfiú, aztán egy ilyen, hát egy ilyen törős, repedős hangot lehetett hallani. Mi most megkértük a skacokat, hogy ne álljanak rá. Ezt sokan egy kívánságkútnak is nevezik. És képzeljétek el, hogy tele van ilyen apró pénzzel. És a gyerekek, mikor megérkeztünk, elkezdték kihalászni, úgyhogy mondtam nekik, hogy elég legyen most már. Most éppen reggelizni indulunk, itt van Joe is. Hello! Hi. Sziasztok, fiúk! Sziasztok. És mivel ilyen last minute-be foglaltunk, képzeljétek el, hogy a lányok, ők abszolút külön mozognak tőlünk. Annyiban különbözik ez az év. Vigyázz, Ábris, mert csúszik, hogy itt vannak velünk sógornőmék is, két kis unokaöcsimmel, meg anyósomék is, úgyhogy most ők, a lányaink, ők velük vannak. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz a mai nap is, tartsatok velünk. Sok helyre megyünk itt a birtokon belül. Remélem, hogy elnyeri a tetszéseteket ez a videó is. Na most vagyunk túl egy nagyon finom reggelin, majd a holnapi napon meg is mutatjuk nektek, hogy mi szokott lenni a kínálat. Természetesen bőséges, svédasztalos reggeli van. Annyiszor eszel, iszol, ahányszor csak szeretnél, amennyi beléd fér. Annyi kávét ihatsz meg, amennyit csak szeretnél. Úgyhogy egész jó az ellátás. És most itt barangolunk, itt van a nyári medence is. Jonatán is itt jön velem, ő hozta a babakocsit a szállásról, mert reggeli az egy épületben van a szálláshelyünkkel, úgyhogy nem hoztuk a babakocsit, csak most. Szia, Joni! Sziasztok! Aztán most megyünk, mendegélünk. Hát az idő az nem nagyon változott jó irányba. Elég hideg van, én szerintem mínusz is van. De nagyon kellemes a séta. Szerintem egyikünk se fázik, jó melegen fel vagyunk öltözve. Úgyhogy izgalmas napnak nézünk elébe, még az is lehet, hogy innen egy kicsit kimozdulunk. Mindenképp viszlek magammal benneteket is. És most megyünk a játszóházba, hogyha tavaly róla emlékeztek a videómra, akkor ott egész jó kis pillanatokat töltenek el, kicsik és nagyok is, vannak kézműves foglalkozások, a gyerekeknek, a kisebb gyerekeknek meg mindenféle ilyen kis játszó alkalmatosság, úgyhogy most ott fogjuk folytatni a videót. Hát szevasz, Pedro! 1001 éve! Mi a helyzet, te vigyori láma? Téli bundáját fölvette. Igen, nagyon téli bunda. Oda nézzetek, milyen vastag bundája van. Pedro itt napoztatja magát. Sütkérezik, biztos finom a tevet, és most sütteti magát a napon. Majd még visszajövünk, Pedro. Most valahogy lepróbálok jönni, de nagyon csúszós. Látjátok, minden tiszta sár. És csúszik a csizmám is, úgyhogy nem túl jó kombó. Na, mindjárt visszatérek. Na, itt van az első állomás, miután bejöttünk a kapun. Micsoda nyúl rezidencia, oda nézzetek. Hát itt nagyon kényelmes a nyúnyukáknak. Szevasz, nyuszi! Szevasz, nyuszi! Oda nézzetek, de aranyosak, itt ugrabugrálnak jobbra-balra. Hát szevasztok! Jaj, de szépek vagytok! Aztán itt a második állomás, itt van valami? Nem, itt nincs semmi, lehet, hogy ez a dámszarvasnak a helye. Na, oda nézzetek. Hát szevasztok! Mi a helyzet? Bemenekültek oda, ahova mi már nem mehetünk be. Afkósak! Hát szevasz! Oda nézzetek. Hűha! Valami, itt minden közben mesét lehet hallgatni. Tök jó. Itt vannak a nagyon szép pávák, kedvenceim. Amúgy tudtátok, hogy tudnak nagyon agresszívek is lenni, amikor mérgesek? De most nem azok, most csak elcsipegetnek. Itt van egy föntebb, nézzétek meg, ott pihizik. Meg itt is mászkál egy. Ők is ott csipegetnek. Aki vigyáz, hogy se egyik fiú sem a lány tudjátok, ne ágyazdasodjon össze itt a bős. Hát szevasztok! Mi van, kecsikék? Ti is felszedtétek el magatokra a plusz kilót télre, meg a téli bundát.
Te aranyosak vagytok. Igen. Kicsit közelebb jövünk. Biztos nem bántanak, Dani? Biztos, meg lehet őket simogatni. Szelídek? Szia, főkos. De cuki. Hello. Ó, milyen szép, oda nézzetek, milyen gyönyörű szőre van neki. Tényleg nagyon szelídek, ott van egy kisebb is. Igen. Kaparászik. Az egy nőstény. Igen, látom. Nagyon cukik. Szia, Rózi, mi a helyzet? A basszortenyászban voltam. Ú, az itt van? Ez, igen, ott nagyon ijesztő. Majd mindjárt megnézem. Ez a kettő, ez egy nőstény. Igen? Igen, ezek kisebbek, mint a többi fiú, az meg egy kis, az ők tűzik a nőstények. Gondolod? Igen. Szia, bébi, mi a helyzet? Jaj, te is milyen jó bundis vagy. Na jó, menjünk tovább, nézzük meg, hogy arra mi van. A tyúkudvar. És kakasok vannak benne, meg galambok. Itt van a vaddisznó is, oda nézzetek. Szevasz, de cuki vagy. Hát szia, de aranyos. Na jó. Az igen, egy fordított kosár. Te jó ég, gyerekek. Ez nagyon creepy. Hűha. Kicsit bizarr csak. Itt van egy titkos átjáró. Jaj, ne! Miért van egy olyan érzésem, hogy ez a bábú meg fog fordulni? De jó ég! Magától főz az edény. Ilyen, nekem miért nincs otthon? Most őszintén. Nem? Hűha! Jaj, ne! Ja jó, akkor ez a bábú nem mozog. Miért tavaly is bejöttetek? Igen. Ez meg fog fordulni? Igen. Na? Te jó, így gyerekek, ez nagyon durva. Gyertek, skacok! Hallod, ez egy kovács műhely, milyen állat már? Beljebb jövök. Eddig kemény! Úgy láttam főbe! Ki tudja? Ez nagyon jó! Hát nem viszik túlzásra, addig lehetetek a kovácsék! Nem! Az asztalon lássa! Ennyi! Vagy ebbe a kárba, vagy teknőbe! Hűha, gyerekek, ez egy igazi bitófa. Azért 4 darab 10-es ízével megfogták csavarra. Befér a fejed, Édi? Tisztelt bíróság, nem én mondtam! Afi, vigyázz a kezeddel! Figyelj! Köszönöm, elmosunkatok asszony! Jó, szabadon foglak! És ami abszolút újdonság, ez a játszótér, ez még tavaly nem volt itt. Tök minőség is, nézzetek meg, milyen menő a csúszda is. Totál hozza a dizájnt. Még zászlója is van, és címere a játszótérnek. Kis mászófal, kis csúszda a piciknek. Itt van egy vár, aminek az aljába el lehet bújni, de akár a tetejébe is. Nagyon menő. Közben Ofi és Kornél beszálltak itt a hintába, csak a Kornél háttal a napnak az én tanácsomra, úgyhogy most meglökjük. Na, Kornélka, felkészülni, vigyázz! És már megy is a hintapalinta. Kapaszkodj! Szia! Közben Ábris, meg képzeljétek el, itt van egy kisbabás játszótér. Ezt is most csinálták, ez tavaly nem volt még itt. Ugyanaz, mint a nagy, csak babásba. És Ábris felmászott a vár tetejére, ahol is még le is tud csúszni. Ezt Tizinek majd megmutatjuk, mert nagyon kis cuki baba méretű.
Na gyere, Ávris, csúszd el ezen a baba csúszdán. De neked inkább már a nagyobb csúszi való. Bázony? Igen, az a való nekem. Mutasd. Igen, az. Akkor menjél, csúszszál le azon. Igen. És itt van a Tirza, aki énekli a hintapalintát. Hallgassátok? Hogy énekli a Tizi a hintapalintát? Ennyi. És hát itt szoktak lenni ezek a lovagi előadások, lovagi tornák. Ez egy hatalmas, ilyen félig zárt terület. És hát elég látványos. Látjátok, milyen jó színek vannak itt, minden. Kaptunk programfüzetet, majd megnézem, hogy van-e mostanság itt valami. Most napközben egész jó idő van, ilyen 9-10 fok, de azért este felé, mert lehűl a levegő. Claudia és Jancsi. Hol? 1989. február 11. Neset. Nagyon tudja vagyat. Ti. Bámi. Zsolt. Bakti és Zsolt. Biztos emlékeztek a várfalból kitörő katonákra. Most itt vagyunk, bejöttünk a középkori várrészbe. Ugye nagyon hangulatos kis házikok vannak itt építve körös körül. Itt is van egy katona, aki éppen áttöri a várfalat. És abszolút visszacsöppent bennünket a középkorba ez a kis városrész, hogy úgy mondjam. Ami nagyon érdekes és nagyon igényes, nagy igényességre mutat, ad okot, hogy ez tényleg úgy lett ideépítve. Tehát ez nem itt volt, nem itt állt, nem renoválva lett, meg ilyesmi, hanem ezt ők építették ide, és nagyon hozza a feelinget, tehát abszolút hozza a feelinget, a levegő nagyon kellemes, jó kis falusi, tiszta, friss levegő van, nyugalom, mindjárt mutatom a hattyúkat is nektek. Amúgy mi egy félpanziós ellátást vettünk igénybe, általában ez a lehetőség itt Bikalon, de aki napközben megéhezik, nem kell, hogy aggódjon, mert itt van a fogadó, a fehér hattyú, az a hátam mögött, és nagyon finom ételeket lehet itt napközben fogyasztani, finom italokkal, forró teával is és kávéval, úgyhogy akinek nem lenne elég a félpanziós ellátás, annak ajánlom a fogadót a fehér hattyúhoz itt a hátam mögött. Mit mondasz, Ábris? Igen, lecsitakolta magát, nézd csak. Adja az operatőr. Megnézzük a drágaságos hattyúkat is. Vigyázok, mert itt tegnap majdnem elcsúsztam, olyan sár volt. Hello! Annak olyan szűk. Hát, de ki van írva, hogy ne etessük őket? Szerintem most ne adjunk nekik sütit. Meg a hattyúknak nem is tesz jót, mert szegényeknek megfájdul a pocakjuk tőle, úgyhogy mi van? Ők itt vannak télen, nyáron, hóban, fagyban, néha veszekednek egy sort, csapkodnak a szárnyaikkal, de most egészen jó kedvük van. Az egyik felfújódó. Igen, ő a fiú, azt mondta tegnap a papa, hogy a fiúk, igen, meg ők hordják így felül a szárnyukat, ő, ez is ilyen méltóságot fejez ki, illetve elvárják, hogy tisztelegjenek nekik, a férfiasságot jelképezik, ennyi. És ő a kis hölgy, ő egy kicsit kisebb is, gyengébb is, látszik a termetén. Nagyon aranyosak így együtt, nagyon cukin kiegészítik egymást. És amúgy nagyon hideg van, tehát ebből is látszik, hogy ők tényleg el vannak. A távol csobog egy csobogó.
De amúgy nagyon kellemes, tényleg olyan jó itt a levegő. Anya, ők nem fáznak meg bundahajjal? Hát figyelj, a tolluk az nagyon-nagyon sok meleget tart magában, tehát nem fáznak elvileg. Azért is jönnek ide ki hozzánk. Meg gondolom reménykednek, hogy kapnak valamit, de ki van írva, hogy legyünk szívesek és ne etessük őket, nehogy megfájduljon a kis pociuk. Úgyhogy gyere, Ábris, most megyünk a játszóházba. Nyáron itt üzemel fagyizó is, itt vannak ilyen kis privát helyek, lehet, hogy itt szállnak meg a dolgozók is. És akkor itt, hogyha tovább mennénk, de most nem tesszük, mert itt a játszóház, akkor képzeljétek el, hogy itt mindegyikbe meg lehet szállni. És voltunk is már egyszer, sajnos akkor még nem volt YouTube csatornám, és nem videóztam, de mondtam Joe-nak, hogy mindenképp szeretnék visszajönni a középkori lakosztályba, valamelyikbe, mert nagyon élveztem, és akkor megmutatjuk nektek, milyen szép szobák vannak errefelé is. Léptünk be a játszóházba, nézzétek meg, milyen szép a kő. Erre vannak a mosdók, kis hirdetőtábla, és akkor itt, hogyha tovább jövünk, van egy hatalmas folyosó, ahol néha szokott ilyen kézműveskedés lenni. Tegnap volt ott tűzzománc foglalkozás, a gyerekek is nagyon szép műveket készítettek, úgyhogy mindenféle szokott itt lenni, egy kis kirakodóvásár, mindig szezonhoz van kötve. Itt amúgy vannak nagyon szép dolgai a tűzománc mesternek. Nagyon szép dolgokat csinál, csinál fülbevalókat is, mindenfélét, szetteket, fonásokat is tanít a gyerekeknek, tehát ilyen több rétű a dolog. Most nem annyira látszik, mert nagyon tükröződik, de vannak nagyon szép dolgok. Tegnap Ábris is innen kapott egy szép nyakláncot, de most irány, menjünk be a játszóházba. Hát mi történik itt? Dr. Tirza rendel? Végeztél a rendeléssel? Hát bejöttem ide a játszóházba, Joe már el is foglalta méltó királyi helyét. Mielőtt mutatom a skacokat, megmutatom nektek a másik termet is, nem tudom mennyire emlékeztek rá tavalyról. Itt nagyon jót lehet pihenni, vigyázni kell, mert lépcső van. És nézzétek meg, van egy ilyen kis tévézős szoba, 4 különböző színű ajtóval. Gyakorlatilag itt a szülőkre is gondoltak, tudnak pihenni, anyukáknak van ott egy fotel, akik pici babával vannak, ott meg tudják őket etetni. És nagyon szép, ez is ilyen középkori hangulatot idéz abszolút. Tényleg az egész hely nagyon összhangban van, minden épület mindennel, minden helyiség. És itt, ez az egyik kedvenc sarkom, ahol is a gyerekek rajzai sorakoznak, illetve itt van egy bábszínház, képzeljétek el, és tudnak a gyerekek egymásnak bábozni. Bizony. De most menjünk is vissza a labdatengerhez, és nézzük meg, hogy mit huncutkodnak itt a skacok. Éppen egy másik kisfiút dobálnak. Te mit csinálsz, Ábris? Huncutkodsz? Kit dobálsz? Harcoltok? Igen? Tízi is fut ám a labdatengerhez, ő is megy harcolni a fiúkkal. Kornél, te mit bütykölsz? Játszok űrhajósat. Űrhajósat? Megmutatod, hogy milyen űrhajósod van? Azta. Ez tényleg egy igazi űrhajós. És milyen az űrhajó? Zűrös az űrhajó? Zűrhajó. A zűrhajó. Hát azta mindent, ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Na, akkor űrhajózzál egy jót, Kornél. Mit találtál, Tirza? Mi az? Hozzá a rangidősnek bemutatni, jóváhagyásommal. Ez egy robot. Jóváhagyja az Amerikai Fogászok Szövetsége, igen. Vajon? Igen. Azt tetszik, hogy nagyon sokféle lehetőség van játszani itt, kicsiknek és nagyoknak is, és gondoltak a kis emberekre is, oda ki tudnak ülni, ez egy nagyon alacsony kis pad, oda tudnak ülni a babák is akár, és alacsonyan vannak az ablakok is, úgyhogy mindenki nagyon, mindenki tudja élvezni az itt létet. Mi van, Tizike? Ó, semmi baj. Látom, Kornél, nem semmi. Nagyon menő. Látok, még a legkisebb babák is jól érzik magukat. A gyerekeink nagyon leleményesek, idehozták a labdatenger mellé az egyik műanyag csúszdát.
és Dani csúsztatja rajta a babát. Tirza! Tízi, nehéz tízzél, légy szíves? Nehéz tízzél? Ez nagy, látom, nagyon érzékenyen érint, hogy nem csak te csúszdázol egyedül. Gyere ide! Hudál, most szerintem aludni fog. Gyere ide! Gyere, apa, megvigasztal. No, hiszti. Szereti, szereti apát. Jaj. Befutott Ofi. Szia, Ofi. Befutott a szülinapos, 11 éves Rózi is. Gyere ide, Rózi. Na, Jóni szólt, hogy bábszínház van, úgyhogy most ide ülök. Egy pillanatra láttam a fejét, de lehet, hogy csak befleseltem, igen. Figyelünk! Egy kicsit hangosabban, uram! Aztán elment a paraszt, kisztáján meg olyan, ment, egyszer aztán... Hangosabban! Egyszer aztán találkozik egy idétlen, semmire kemény, semmit nem tudó majommal. A majomnak a testalkatán látszott, hogy semmi nem. Megkérdezte, hogy mit csinálsz itt a majom? Azt mondja, nincsen csontom. Tisztítsd meg a testem, és akkor adok neked 50 fogat. Azt mondja, nem! Útközben találkozik az apjám. Az apjához hasonló barátok is. Jani? Megkészíted a szarvajban? Biztos, hogy így van a történet? Nem! Egyszer aztán ő betévette egy kapcsolatba. Ott lakott egy király. Megkérdezte, mi áradban van erre? Azt mondja, szolgálatot keresem. Bement takarítani, azt mondta, menj be mindig 6 szobát, takaríts ki, és a hetedikbe ne menj. Azt mondja, jól be is ment, takarítottak, kitakarított a 6 szobát. De ez a lány nagyon idétlen volt, ezért bement a hetedikbe. Gondolhattuk volna. Jött rám furó, a fiúk, a békák, minden rossz. Köszönjük szépen ezt a fenomenális mesét! Jani! Jonathan? Jani? Hol vagy, Jani? Köszi, Jani! Most következik Dániel előadása hangosan. Mehet? Egyszer volt, hol nem volt, és egyszer egy királylány, aki mindig ki akart menni a palotából, de nem tudott, mert ott őrizte egy nagy gonosz sárkány. Egyszer csak a sárkány nem figyelt, és kilopkozott a palotában. Arra jött egy király úrfi, és megkérdezte a sárkánytól. Sárkány, elkérhetem a királynő kezét? Nagyon szeretnék hozzá menni, már nagyon régóta szeretnék megnősülni. A sárkány azt mondja, én azt biztos nem engedem ki, ott kell maradnia, halálnak ráig. Azt mondja a király, de én nem engedem, én most akarom a királylányt, azonnal. Elkezdtek harcolni. És egyszer a király megfogta a kardját, és leszúrta a sárkányt. Utána bement a palotába a király, észrevette, hogy nincs ott a királynő. Azt mondja, azt kérdezi, hogy jaj, hova tűnt? És abban a szent pillanatban, amikor kimondta, megjelent a királylány. És a király azt mondta, szia királylány, elkérhetnek egy pillanatra? Elkezdtek beszélni. Utána elkezdték mondani egymásnak, hogy össze akarnak házasodni, mert nagyon szeretik egymást. Ma is együtt járnak. Tapsoljuk meg a Danikát is! Bravissimo! Köszönjük! Tizi nem tudja hirtelen, hogy babakocsit toljon, vagy bevásároljon inkább. Mit csinálsz, Tizike? Tolod a babakocsit, és hol van belőle a baba? Hm? Nem tudod?
Jaj, de nehéz tolni azt a babakocsit. Ja, az nem bevásárlótáska, te! Megmutatom nektek itt a mosdót a játszóházba. Ez a szoknya jelöli, hogy ez egy női mosdó. Itt bejövünk, és Joe meg akart ijeszteni, de nem sikerült neki. Ott a gatyó, látjátok, ez a fiú mosdó. És bejövünk, ez is abszolút hozza a feelinget a kapukkal. És képzeljétek el, hogyha itt, nem tudom, itt van valaki, inkább nem nyitom ki. De nézzétek meg, milyen mosdók vannak. Sima WC, de rá van építve egy ilyen fa, és erre kell állni. Így kell végezni az embernek a dolgát, nagyon vicces. De nagyon gyönyörű tényleg az egész, nézzétek meg a függönyöket, gyönyörű, szép, nagyon jól néz ki. Micsoda kégli, meg én is felmásznék ide, ha elférnék. Na most visszajöttünk ide a szálláshelyünkre a játszóházazás után. Most következik egy kis csendes pihenő. Szülőknek is jusson egy kis nyugi, és tartalmas legyen a pihenés. Anyósom átugrott hozzánk egy pár órára vigyázni a gyerekekre, mi pedig bejöttünk a csendes wellnessbe, képzeljétek, ez a neve. Ez az öltöző, most öltöztem át fürdőruciba, és most megmutatom nektek, hogy milyen a csendes wellness belül. 18 éven felüli emberek látogathatják, és csak este 6-ig van nyitva, úgyhogy most megragadjuk az alkalmat, még kora délután is körbenézünk. What are you doing inside? Csak you and me. Azt szeretem amúgy Bikalban, hogy megadják a szülőknek is a lehetőséget arra, hogy tartalmasan és nyugodtan pihenjenek. Nyilván nekünk most könnyebb dolgunk volt, mert itt volt, vagyis ott volt velünk anyósom és apósom is, akik tudtak egy kicsit segíteni a gyermekvigyázásban, úgyhogy tényleg volt egy pár szabad percünk, amikor is tudtuk élvezni a wellness adta, nyújtotta lehetőségeket. Na, most hát egy kis séta hidegbe, családosan hátvonulunk, de már a gyerekek előre rohantak fürdőrészre, miután a vívóssal kiszabadultunk az úgy nevezett VIP fürdőrészről. Eljövünk egy kicsit. Kornél, húsz fője vesz a kabátot, öreg? Menjetek, srácok! Ott azért elő megvárhatnátok! Egyébként ez maga a fürdőház. Itt találhatók benne a gyerekmedencék, a marokkói fürdő, meg úgy ámblok a többi szauna és az ehhez kapcsolódó apparátus. Bent is fogunk lőni egy-két fotót nektek. Pontosabban egy-két felvételt. Elég nice lesz. Azt kell, hogy mondjam. Gyertek, fiúkák! Nézzétek meg, milyen jobban be vannak a fák építve a tetőbe. A többiek itt előre mentek átöltözni, illetve fürdeni, én pedig leültem a bárban, és megittam egy latte macchiatót. Közben elaltattam Tizikét is a babakocsiba, nézzétek meg, milyen aranyosan és nyugodalmasan alszik. És ezután, hát bő másfél órára rá, én is becsatlakoztam a többiekhez. És mielőtt elfelejteném, megmutatom nektek, hogy mit készített nekem Ofi a játszóházban.
Hol mesterkedtek már megint? Joni, csak nem piszkálod a lányokat. Nem, az útra piszkáltam, nem is én visszapiszkáltam. Na, ki mutat nekem egy óriás csúszást? Én. Dani, én gyerünk. Akkor odaállok, gyerünk, gyertek. Gyerünk, gyerünk, ne lazsáljatok. Az igen, de miért egyszerre csúsztok leányaim? Na jó. Három ember egyszerre. És a Joni. Bravo, szuper volt! Kizi azonnal nézi a többieket, ő már nagyon sokat pancsizott, és kicsit megéhezett, ott van Joe is. És Joe most figyel Kizikére, amíg én kamerázok. Ide már egy kicsit nehezebb, ugyanis Kiza is külön utakat szeretne járni, természetesen nem hagyjuk neki, mert még nagyon pici. Van április. Fázol? Akkor gyere a meleg vízbe. Mutattad már a többieknek, hogy milyen szép keresztnyakláncot kaptál? Képzeljétek el, ez egy igazi ahát, egy ásvány. Ábris ezt kérte karácsonyra. Ez az egyik dolog. Igen, tudom. Na szálljál be gyorsan a meleg vízbe. Le csúszol, megmutatod a többieknek, hogy csúszizol le? Gyere, csúszszál! Jó meleg a víz? Szuper! Gyere, menjünk! Szerencsére nem kell messze mennünk, mert itt a fürdőhelyen belül van nagyon aranyos kis mosdó, pelenkázó. Igen, de én a Tarzanosba nem mehetek be, úgyhogy szerintem inkább menjünk a Jane-esbe. Mit szólsz hozzá? Itt van a Jane. Benyitunk, és már csináljuk is. Jaj, de itt most szerintem van valaki, úgyhogy várunk. Látásra, uram! Csak behajtom. Itt leszek, nyugi. Csak nem akarom, hogy mindenki szeme láttára menjen a dolog. És Kornél ott hagyaték az esőerdőbe. Biztos nem akartok trükközni? Fáradtak vagytok és éhesek? Igen. Igen, és mit fogtok vacsorázni, elmesélitek? Pizzát. És ezt hol fogsz rendelni? Hát ki tudja, lehet, hogy lesz vacsin, de nem hiszem. És mit kívántok, milyen finomságot? Valami? Hamburger, tehát ez egyre izgalmasabb. Figyeltek, lesz finom gőzölt rizs, sült krumpli, mindenféle húsikák, saláták. Új, nem szeretem a krumplit. Tudom, de a rizst azt szereted. Hogy szállják ide a szélére, csücsülj ki. Az az igazság, hogy nem igazán volt itt a strandon belül időm kamerázni. Ugye Joe-val elléptünk egy ilyen, hát, picit több, mint egy órára kettesbe, ott ugye készítettünk egy pár felvételt nektek, hogy milyen a VIP fürdő. Itt viszont Tirza tényleg elérte azt a kort, hogy futkározni kell utána, figyelni, menni, nézni, hisztizik. És Kornél is most egy ilyen olyan korban van, amikor totálisan ki akarja magát szolgáltatni, lévén, hogy itt van Tizi is. Igaz, Kornél? Igen. Meséld el, hogy mi tetszik itt a legjobban neked Bikalon? A csúszdák meg a víz. Tényleg? Igen. És a játszóház jó volt? Igen. Jól érezted magad? És álmos vagy? Elfáradtál? Igen. És fogsz nagyot aludni vacsi után? Igen. Ne dugd ki a nyelved. Figyelj, megmutatjuk majd a többieknek, hogy milyen szép a vacsorázó hely. Igen. Hogy kedvet kapjanak, és ők is eljöjjenek Bikalra. Ez nem egy fizetett hirdetés, vagy nem egy reklám, Kornél. Hanem egyszerűen jól érezzük itt magunkat, és már negyedik, vagy ötödik? Nem is tudom hányadik alkalommal. Kornél! Járunk vissza, nem, még nincs hatodik április. És szívből ajánlom mindenkinek. Amúgy érdekesség kedvéért mondom. Képzeljétek el, találkoztunk egy követőnkkel, és úgy örültünk egymásnak, hogy még beszélgettünk is egy jót, bárcsak több időt tudtunk volna beszélgetni egymással. Talán még az étteremben összefutunk, nem tudom. De ugye kedvenc falfestésem, tiszta Karib-tenger kalózai, és a dzsungel ötvözete olyan. Szeretném nektek megmutatni. Hello! Mi van itt kívül, hogyha kimegyünk innen a helyiségből? Mindjárt gyertek velem. Most érünk innen a családos részből. Itt van egy ilyen sötét plac, itt le lehet pakolni a cuccokat, lehet pihenni. Ez egy ilyen átjáró. Mindenhol nagyon jó fűtés megy, még padlófűtés is van, hogy nem fázunk. És itt van a másik tér,
ami szintén meleg víz, ott fönt van egy jacuzzi, ha látjátok, ott ülnek benne az emberek, itt lent pedig a gyönyörű, szépen kivilágított medence, ahol különböző élmény részek is vannak. Vannak ágyak, le lehet pakolni, lehet pihenni, és hát ugye nem túl rövid medence, de ez annyira nem is érdekes, nyilván szerintem amúgy nagyon jó ez is, de azt a török fürdőt szeretném nektek megmutatni, ami szintén egy romantikusabb, VIP-sabb rész. De még előtte megmutatom nektek, hogy itt van finn szauna és gőzfürdő, benézzünk, hogy mennyien van. Finn szauna tegnap 80 fokos volt, nagyon jól éreztem benne magam. Amúgy szaunázás után, ha kijön az ember, akkor itt van egy jó nagy dézsai éghideg víz, le tudja magát önteni, a bevállalósabb emberek, itt pedig le tudod magad zuhanyozni, ha olyan vagy, mint én, és nem vagy annyira durván bevállalós. Ide föl lehet a törölközőket akasztani, és itt van hátul a gőzfürdő, ez nem üzemel folyamatosan, de hogyha szeretnéd használni, akkor meg tudod a recepciós kérni, hogy kapcsolja be neked. De most akkor menjünk be az izgalmasabb részbe, a török fürdőbe. Belépünk ide, itt oldalt lehet zuhanyozni, szépen egy ilyen nagyon szép gyertyás díszítés, ezek is meleg vizek. Én nagyon élvezem mindig, amikor Joe-val ide egy kicsit be tudok szabadulni. Itt ez kifejezetten egy ilyen medence, ahol még úszni is tudtok, szuper úszómedence, a stílus az adott, látjátok hozzá a török feelinget, és hogyha itt bejebb megyünk, mindenhol van ilyen szuper só, meg gyertya, meg minden, akkor ott hátul is van kettő jacuzzi, nézzetek meg milyen szép a teteje mindenhol, gyönyörű függönyök, de aki mondjuk szeretne egyet enni, inni, ide le tud ülni az asztalhoz, és hogyha bejebb megyünk, akkor itt még vannak fekvési lehetőségek is. Amikor Ábris nagyon pici baba volt, képzeljétek el, akkor itt feküdtem vele, pihentünk, amíg a többiek itt fürdőztek. Ez 14 éves kor fölötti helyiség, de én engem beengedtek ide Ábrissal, mondtam, hogy én nagyon szeretnék pihenni, és itt nagyon nagy helyünk lenne hozzá, úgyhogy megengedték. De most nincs más hátra, mint előre, azok a jacuzzik is nagyon melegek és nagyon jók. Menjünk vissza a többiekhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek az első részt, hamarosan folytatás következik. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el egy lájkot dobni a végén. Puszi!